Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy hétvégi órákel. Most ezen a hétvégén Uránusz bolygó és a nap szemben áll. Itt tükröződik valami. Uránusz bolygó hatása alatt vannak változások, meglepetések, és a nap megvilágítja ezt. A hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Ez egy Lilit energiamező. Én a Földet Mária anyával hasonlítom össze, gondolok Szűz Máriára, és ez az álom megvalósulhat. Azon kívül a hold eléri most ezt a pontot, a lefele mozgó kármikus csomót, ahol kármikus témákról van szó, mégpedig a múltról. Mindarról, amit átéltél a korábbi életedben. Itt lesznek emlékek. Mi várható a hétvégén, vagy a következő napokban? Itt látható ez a torony, amikor úgy érzed, hogy minden összeomlik. De látható a képen, hogy itt van ez a varázsló, és itt lesznek változások. Ez a park jelenti a nyilvánosságot. Vagy valami kiderül, vagy te állsz most a középpontban, megkapod az elismerést. Itt a rózsa jelenti azt, hogy szerencséd lesz a szerelmi élet területén. Itt a kelyhek utalnak érzelmekre. Valaki érzelmekkel közeledik hozzád. Itt megvannak nálad az álmok, az elképzelések, és ezt megkapod. Higgy abban, hogy minden jóra fordul. És légy visszahúzódó, várakozó. Hétvégén az lenne jó, ha kipihennéd magadat, ha meg lenne egy elképzelés, és a hited, hogy higgy abban, hogy ez az álom, vagy ez a terv megvalósul. Nem kell tenni hozzá semmit, hanem bíz abban, hogy ő közeledik hozzád. És itt vannak az álmok, azok jelenthetik az ő álmait is, hogy ő álmodozik rólad, és itt a kelyhek jelentik az érzelmeket. És ez a virág szerencsét hoz a szerelmi élet területén. És én kívánok neked egy szép hétvégét, nagyon sok szeretettel, Dendera!